Töltjük a témát a vágóállat és hús szakmaközi szervezet és terméktanács főtitkárával, Menczel Lászlónival. Kezét csokom, jó reggelt, köszönöm szépen, hogy néztük itt, és megállapítottuk, hogy mi úgy is szeretnénk, hogyha vastag lenne rajta a zsír, mert Isten ilyen meg tud sülni, és kiváló tepertő is készülhet belőle. Úgyhogy, na mindegy, ez csak egy zárójeles megjegyzés volt. Az elmúlt években kevésbé emelkedett, jól tudjuk, a húsára, mint korábban, mint régebben. Tehát, hogy most nem megy úgy fölfelé az ára, mint régen. Hát én úgy gondolom, hogy ez elsősorban az áfa csökkenésnek köszönhető, hiszen 2016. január 1-ével a 27%-os áfát 5%-ra csökkentették. Ez maga után mondta ugye azt, hogy a teljes összeg, ami így megtakarításra került, ez elkerült a fogyasztókhoz. És hogyan változott az egyes húsfélék ára, mondjuk tavalyhoz képest? Hát egy év alatt azért egy növekedés bekövetkezett, tekintettel arra, hogy az alapanyag ára növekedett. Amikor 2016 évben az áfa csökkenés megvalósult, akkor két hatás teljes egészében erősítette egymást. Az egyik az, hogy rendkívül alacsony volt az élősertésnek az ára. Ez abból adódott, hogy én szerintem ezt ma már lassan mindenki tudni fogja, hogy az oroszok embargót vezettek be az Európai Unió ellen, aminek ugye mi is a tagjai vagyunk, és ez érintette természetesen a sertés ágazatot is. Keletkezett egy olyan piaci rés, amit egyik pillanatról a másikra nem lehetett kipótolni, ezt mutatta az árcsökkenés is, rendkívül alacsony volt az úgynevezett felvásárlási ár, vagy termelői ár, és erre az alacsony ára került rá egy csökkentett áfa. Ez a piaci helyzet már rendeződött, és az élősertés ára most már ugyanolyan szinten van, tehát az alapanyag ára emelkedés az tulajdonképpen a fogyasztói árakban is tükröződik. Itt beszéltek arról a kollégák, hogy melyik állat húsa jelenleg a legnépszerűbb, de hát nyilván ők szűkítették a grillpartikra, meg a nyári szabadtéri sütögetésekre, de alapvetően még mindig a sertés a legnépszerűbb húsfajta? Én úgy gondolom, hogy a sertés még mindig meghatározó helyen van a fogyasztói kosárban. A sertés és a baromfi körülbelül, de a baromfi alatt inkább a csirkeféléket érteném, ezek körülbelül egy szinten vannak. És mennyivel drágább a minőségi hús, mint a kevésbé minőségi? Egyáltalán honnan lehet fölismerni, hogy mi most minőségi húst teszünk, vagy nem azt? Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert én úgy gondolom, hogy olyan szigorú előírások vannak, hogy ami a fogyasztó elé kerül, ami a boltok pultjára kerül, az mindegyik minőségi hús. Tehát ellenőrzött, olyan helyről származik, ami megfelelő higiénés és állategészségügyi biztonságot jelent a fogyasztók számára is. Természetesen ezen belül vannak még ennél is magasabb minőségűek. Például 2013-ban bevezetése került az úgynevezett kiváló minőségű sertéshús védjegy. Előre csomagolt termékeken ma már elég sok helyen előfordul az ezzel a védjeggyel ellátott termék. Ez egy garantáltan ellenőrzött minőséget jelent. Hát reméljük, hogy egyre kevesebb olyan hírt látunk majd, amikor ilyen tiltott vágóhidakról, vagy tiltott vágóhidakon készítenek húst, és azt forgalmazzák. Menczel Lászlónék, köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen.